Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Rafaj Dénes vagyok Székelykeresztúrról. December óta indult el a YouTube csatornám, és egy újabb oldalról szeretnék bemutatkozni, ugyanis 8 éve kezdtem el a főzéssel foglalkozni, és szeretnék vloggerkedni, bloggerkedek is, Facebookon, Instagramon aktív vagyok, a Twitteren azon nem annyira, ezen lehet követni nyugodtan. Aki úgy gondolja, hasznosak ezek a tartalmak, nyugodtan iratkozzon fel a csatornámra. Úgyhogy most már kijött a jó idő, kezdenek a barangolások, étteremlátogatások, és ma egy nagyon finom ételt fogok elkészíteni reggelire, egy hotdogot. És akkor kezdjük is hozzá. Tehát én kovásszal készítem el, itt van, be is mutatom, ez egy 2 hónapos érett kovász, milyen szépen gyönyörűen láttalak a légbuborékok rajta. A délután beragasztottam, ezt reggel még 2-szer átgyúrtam. Most egy liszt ezek egy picit. Egy picit lisztezek. Így a kiborítottam, lehet lépen szépen látni, milyen szép levegős a tészta. Ezt félre is teszem ide a mosogatóba. És szépen... A picit még ha lehet hallani, hogy a levegő buborékok mennyire dolgoznak benne. Így a picit félébb ez a lisztet. És szépen átgyúrom. Hát körülbelül vízsliből van, ez keresztül vízsli, az egyik legjobb, nem az egyik, a legjobb a környéken, méltán híres, itt egész Románia szerte, keresztül erről ismerik fel. És akkor, ez mondom, már nagyon elő volt készítve, a sütő is elő van készítve, mivel nekem nincsen gőzös sütőm, azért a tepsit behelyeztem, egy pohár vizet beletöltök szépen, elő van melegítve, sütőpapírra bélelt tepsi, előveszek egy kés, egy jó vágó kést, nem tudom mennyire vág ez, akkor körülbelül próbálok egyenlő darabokat vágni, mert én el is készítem a hotdog kifliket, 2, 3, 4, 5, itt vannak kisebbek, körülbelül egyenlő darabokra, mellből még egy picit el lehet lopni, itt a sajt is itt van, paradicsom is lesz, mustár, ketchup, hoppá, itt egy kis malőr, előfordul, akkor szépen ezeket picit a liszten átdolgozom. Szépen átdolgozom. Jöhet sorba a következő, tehát ez. Majd arról is lesz videó csinálva, hogy hogyan a kovásszal hogyan kell bánni, hogyan kell dagasztani, mik a fontos lépések, hogyan kell egyáltalán kovászt készíteni, hogyan kell a kovászt tárolni. Az egy másik videó tárgya lesz úgy, hogy a követőimnek az is be lesz mutatva. Itt van még egy pici liszt. Így. Úgyhogy itt van 5 kiflinek való, még való, mert még ugye nem kiflik. És akkor szépen megkezdem, még egy picit lisztezek, nagyon óvatosan, és akkor készül is a kifli. Lehet látni a glutén, hát az a fehérje, az nagyon szépen kialakult benne, nagyon szépen nyújtható. Szépen kinyújtom, és akkor egy egyszerű mozdulattal felcsavarom, és akkor így meg is történik a kiflinek az elkészítése. Picit még formázok rajta.
Itt az első el is készült, már helyezem. Következik a második. Még egy pici risztet. És akkor ennek is a ügyesen a felcsavarása. Így szépen. Picit formázok még rajta. Ez is egy szép kifrid, azt mellé helyezem. Következik a következő, itt is a pici liszt. Szépen felcsavarom. Picit formázok még. És ez is kerül bele. Hát nem tudom, valahogy úgy csináljuk, hogy elférjen még egy pici rész. Tehát szépen lehet formálni a tésztát, ezzel nagyon sok munka van, tehát mondom, hogy tegnap délután kezdődött az egész folyamat. Ma még kétszer átgyúrtam, úgyhogy most került abba a fázisába, hogy formázható kifli legyen belőle. Hot dog kifli. Akkor ezt is szépen feltekerem. Akkor ezt most ide helyezem. Itt egy pici helyet próbálok csinálni nekünk. Hogy férjen el az ötödik is. A pici hely még maradjon valami, ennél fog nőni. És talán még az ötödiknek is marad egy kis hely. A maradék lisztet felveszem innen. Itt most csinálok egy nagyobbat. Azért, hogy ketté vágom, hogy a bélszerkezetét is lehessen megtekintem. Akkor ezt is szépen felhajtom. A pici liszt még az éken. Próbálok gyorsan dolgozni, mert hosszú videókat azért nehezen nézik meg, és én pedig nem szeretem vágni a videókat, tehát szüneteltetés az lesz, de adja az egész. Na még egy picit nyújtom. És akkor ezt is szépen most ebből egy kisebb sütörőt. Tehát egy picit nyújtok, de lehet látni milyen rugalmas a tésztokat. Ide helyezem. Akkor annyi dolgom marad, hogy vízzel megkenem. És a gőzös sütőben megsütöm szépen. Így a gőz az dolgozik, ki is csapott egy picit, behelyeztük, rápillantok az órára, hát ennek körülbelül 20-25 perc kell, előveszem a serpenyőt, itt egy pici takarítást végzek. Az egész, és akkor
alágyújtok itt a tűzhelynek. És egy pici olívaolajon, olajas pizzát bele. Itt van egy kamrám is, úgyhogy... Előveszek egy lapító. Szépen hová tettem a kés pipont. Szépen beírdalom ezeket. Egy kis metszéseket végzek, hát ez esztétikai látvány is jól mutat. Akkor másik irányba is. Hát nem lesznek olyan tökéletesek. Egyelőre még izgulok is egy picit, az igazság. Mivel ez az első főzős műsorom így a YouTube-on. Akkor ezt beteszem, következik még egy. Következik még egy. Hát ez vékonyabb, ennél már nem merem megkockáztatni, még egyszer keresztbe vágom, nehogy kettőbe maradjon. Tehát itt van három, akkor a vékonyabbat is, hogy az sem maradjon ki a sütésből. Tehát ez keresztúri híres vízli, tehát sokan keresztúrt erő, édesapámnak volt a sztoria, hogy valahol idegenben egy román városban kérdezték, hogy hol valós, és mondta, hogy keresztúr, és mondták, hogy onnan jött, ahonnan azt a híres víslit csinálják. Hát igen, itt csinálják ezt a híres víslit. És még egy politikai műsorban is hallottam, hogy mondta egy kormányember, hogy nem tud jó víslit. Hát igen, itt van a jó víslit. A keresztúri víslit. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, ezzel meg is vagyunk. Akkor én akkor egyúttal felapítottam a paradicsomot is. Ez meg van mosva. Így szépen. Ezeket is eldobom. Akkor szépen ilyen kis karikákra félve. Kés meg kéne érezni, de addig megoldom valahogy. Itt van a paradicsom. És akkor most szüneteltessük az adást, és ahogy készült a kiflik, állítsuk össze a hotdogot. Folytatásra következik, meg lehet érni, milyen szépen megpirultak a vésni. Ilyen szépen, kérem a kamerás közelebbről mutassa meg. Úgyhogy félre is vettem. Úgyhogy itt van a sajt is, itt van a paradicsom is, és most már ide kerülnek a ketchup és a mustár is. Tehát a kovászon látszik, hogy milyen szép levegős, úgyhogy ez kerül be a hűtőszekrénybe. Hogy állítsuk le a folyamatot. Itt van egy szitám, ezzel még nagymamám szitáltal lisztett. Ezzel szépen levegőssé tesszük a lisztet, a szennyeződésektől megtisztítsuk, úgyhogy folytatás következik, mihelyt elkészültek a kiflik.
Na akkor a folytatása következik a hamburgernek. Itt elkészültek a hamburger kiflik. Lehet látni milyen szépen. Egyet meg is fordítottam. Itt van három darab. Most kettőt gyorsan bemutatok. Azért, mert az idő késett az idő miatt. Úgyhogy kettőt itt lepirítok ezen a vízslinek a zsírján, ami visszamaradt. És gyorsan kenem meg mustárral, ketchuppal. És teszem bele a sajtot, olvad rá, egy kis paradicsom, és készen is vagyunk. Tehát röviden egy kis langot adok még neki. Szépen pirjon meg, bele se férj, olyan szép nagyok lettek ezek a hamburger, vagy hamburger, bocsánat, ezek a hot dog kiflik, úgyhogy lehet hallani a hangján is, hogy nagyon szépen elkészültek. Szépen serceg, lenyomogatom, vegye fel annak a jó szaftját, annak a vízslinek. Egy picit szállt is melegedett, mert már kellett várni annak, hogy hűljenek ki, hogy tudjuk szeletelni szépen. Tudjam szeletelni, bocsánat. Egy nagyon jó barátom, a kamerás megkértem, úgyhogy a következőben egy állványnak a beszerzése lesz a következő feladat. Hallám, megpillantom. Hát ez egy picit megpirult, úgyhogy ez a picit szétesett, se baj. Itt a gázzal problémák nincsen már többet. A picit szépen óvatosan megkenem a mustárral. Próbálok gyorsan dolgozni, mert mindenkinek az ideje az fontos, úgyhogy én is így vagyok ezzel. Akkor még egy pici ketchupot nyomok rá. Óvatosan ki, ahogy szereti. Mit szeressük. Úgyhogy belekerül egy virsli, ide belekerül még egy virsli, akkor megszórom most sajttal szépen. Bocsánat, azt elfeledkeztem róla, hogy akkor itt szerettem volna azt is megmelegíteni. Úgyhogy még egy fedő alatt még picit melegíteni, hogy a sajt olvadjon rá. Sajtot nem sajnálom. Szépen sajtosan. És akkor ezt itt így egymás mellé helyezve ezt a szép hamburgert valahogy így. Hallám, találjak-e megoldást annak, hogy ezzel így megtámasztanám. Még egy kis sajtot olvasztok rá. Lefödöm, hogy olvadjon rá a sajt, és akkor készen is vagyunk. A többit majd elkészítem. Ez rögtön megoldás. És egy-két paradicsomot is teszek majd még rá. Előveszek szalvettát, itt van nekem félretéve még nagyobb szalvettáim, úgyhogy virágvasárnap ezzel a hotdoggal készültem. Úgyhogy szépen olvadjon rá a sajt. Ebben fogom szépen becsomagolni, talán még veszek elő szalvettát. Úgyhogy
kettőbe teszem, mert az forró lesz. Rápillantok. A sajt kezdett olvadni. Nem tökéletesen záródik, hanem most próbáljuk meg így. Ezt a mosogatóba. Ez egy kemény sajt, nem is olvad olyan könnyen. Én akkor most lezárnám a gáztalat, félreveszem, úgyhogy leveszem róla, a sajt az olvadt, úgyhogy fogok egy kis csitatát, itt van, azzal megfogom, szépen, na, ha sikerülni fog, ide helyezem. Kicsit szétesett csebor, helyezek bele egy kis paradicsomot, és akkor az én hotdogom elkészült, így néz ki, meg lehet tekinteni, ízletesen finoman, saját zsemlével, kovászolt, tehát kovászoltan készült, nem élesztővel, úgyhogy jó étvágyat kívánok az elkészítésre, de azt mindenki el tudja készíteni, viszont látásra, viszont hallásra világvasárnap, és egy áldott napot kívánok mindenkinek.